És... Jó reggelt, sziasztok! Kijöttünk a Strázsa kutyasuliba, és találkoztunk Medvecki Ilona vésznővel. Ő is aláírja az ívünket, és nagyon köszönjük, hogy ránk szállta az értékes idejét, és itt van a négy gyönyörű kutyája is. Mi a nevük művésznő? Ivi, Lordi, Puki, Muki. Puki, Muki. Hát igen, ugye a művésznő egy volt az első ismert személyek közül, aki mondta, hogy kiáll a kezdeményezésük mellett, ugye? Ez természetes. Ez annyira természetes részemre, hogy ez nem kérdez, ez nem kérdés, hogy az állatokért mindent megteszek, hisz nekem ők a szőrös gyerekeim. Nagyon szépek egyébként, gyönyörűek, igen. Jó, akkor odaadok egy hívet. Egyébként a Strázsa kutyasuliban is gyűjteni fogják az aláírásokat hétvégente, tehát hogyha valaki itt lakik a közelbe, ide is kijöhet, megkeresi a Teklát, a kutyasuli vezetőjét, és nála is alá lehet majd írni. És akkor átadnám az hívet a művésznőnek, csak az aláírását, és mert többit utána kitöltjük, hogy nehogy visszaéljenek. Ide az aláírás, művésznő. Gyönyörű, igen. Kesztyűbe ilyen maszatos. Nagyon jó. Maszatosan. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen. Most még kicsit itt maradunk, kutyizunk. Nagyon szívesen. Elengedem őket, hogy kicsit futkározzanak. Hát akkor köszönjük. Kutyizik a futás. Nézzelek. Jaj. De most már ők is Lady vagy Lord is. Puki és Muki. Igen, azt tudom. Kicsit még élőzök a kutyulikról. Jaj, de szép vagy. Ilyen kisike. Kis kaukázusi, jaj, de gyönyörű. Gyönyörű a baba. Jól van, kinyomom aztán majd. Jó, nyom ki.